hangversenyükről szokásos kubola hangszakú hangverseny. Fornyán Balázs kollégám növendékeivel együtt tartjuk a mai estét. Ugyanis nekem van 8 növendéke, neki van 6 növendéke, és így most egy közös koncertet adunk. Az első mű az Kodály Ave Mária című kórus műnek a kubola együttese történt feldolgozása volt. Hogy miért Kodály, 2012-es év Kodály évforduló volt, ugye ezt már mindenki nagyon jól tudja, és ennek alkalmából tanultunk Kodály művetet. Azt is el kell mondanom, hogy a Kodály Általános Iskola is egy nagyszabású műsorra emlékezettem Kodály Zoltánról, a Csipikerkei Színházban volt ez az est. És tulajdonképpen ők számítottuk a Kodály Fogola együttest, és ehhez csatlakoztak aztán a többiek is, akik nem a Kodály iskolába járnak. És akkor folytassuk szintén két Kodály művel. Először egy tríciumot fognak hallani, utána pedig a Kispapa című gyermekdalt. Szűcs Kata zongorázik. Szűcs Kata, volt egy erős Katalin tanárnő.